Sziasztok, üdvözlök mindenkit, én Kaszt vagyok, és mai videóban beszélgetni fogunk. Miatt így jönnétek arról, hogy a mikrofon minősége nem jó, vagy furcsa, vagy zúg, egyből elmondom, hogy valami probléma van ezzel is, de most elmondom, hogy miért nem volt egy jó ideig videó. Leginkább erről fog szólni ez a videó, a második része az izgalmasabb, de amúgy is egy rövid videó, végig tudjátok gondolom ülni. És csak arról szeretnék beszélni, hogy miért nem volt ugyebár videó. A legfőbb oka egy műtét volt. Megműtöttek. Konkrétan a jobb lábamat megműtötték. Még most is kicsit látszik rajta, hogy igen, ott volt 2 darab X sebhely, és ennyi. De nem volt igazán túl nagy dolog igazából ez a műtét, csak a porc a lábamba, hogy konkrétan úgy össze volt törve, nem leválva, ez el volt törve az egész olyan darabokra, hogy össze-vissza be volt a fészkelődve a húsomba, mert mindenhová. Nagyon durva volt. Erről csak annyit szeretném mondani, hogy azt mondták az orvosok, hogy ha még egy jó ideig így lettem volna, tudja, hogy amputálni kellene a lábamat, vagy van belső vérzés lehetett volna a lábamba, vagy akármi, szóval tényleg azt mondták, hogy nagyon durva. És hogy vigyázzak most már erre a lábamra, mert erre szükségem lesz. Szóval leginkább ez történt, ez volt igazából a legnagyobb hiányzások oka. De az is benne van, hogy bocsánat egyébként, hogy ömzök meg ilyenek, de már régen nem csináltam videót és elszoktam. De leginkább az volt a oka annak, hogy nem jelentkeztem, hogy a műtét után nem mehettem egy jó ideig suliba, ágyhoz voltam kötve, és ugyebár rengeteg hiányzás volt a sulimba, így nekem tanulnom kellett, hogy valahogy úgy lezárhatóvá váljak, mert konkrétan nem lehetett volna engemet lezárni. A háttérbe kocsik menne, bocsánat miatta, lehet, hogy halljátok őket. De hát van ez így. Szóval nekem ez volt így a problémám, ez miatt nem bírtam most gép elé ülni se, nem bírtam semmilyen videót fölvenni. Bocsánatot kérek, lehet, hogy még ilyenek lesznek, de próbálok ügyelni, hogy ilyen ne igazán legyen. A másik, meg az internettel is volt probléma. Igen, új netem van. A probléma az, hogy ez lehet, hogy kétszer gyorsabbnak állították be, de nem igazán mondom azt, hogy kétszer gyorsabb. És elmondom nektek, nagyon olcsó volt ez a net, furcsán olcsó. Így ezt nagyon nem is értettem, hogy miért ilyen nagyon olcsó, de rendkívülen most értettem meg. Semmit nem változtattak a netünkön, és konkrétan szerintem még rosszabb is lett, szóval a föltöltés sebességem is lehet, hogy rosszabbodott. Megnéztem, és tényleg rosszabbodott, sokkal rosszabb lett. Ezért is sajnálom, de így nem lesz valami túl gyors videó feltöltésem. De megpróbálok minél hamarabb videókkal jelentkezni. Na, és akkor most kitérek a másik dologra, ami itt a happy hír, hogy ez időtájt volt időm tesztelgetni. Interneten keresgéltem bizonyos programok után, vagy dolgok után, amivel föl tudok venni más platformokon, vagy platform szerűségeken játékokat. A platformok közötti keresgéltem, és volt PS1, PS2, PS3, Xbox, Xbox 360, PSP, Nintendo, meg hasonló játékok között is, meg például GameCube, meg ilyenek között én keresgéltem, mert én például ilyenekkel játszottam kisgyerekkoromban, de még most is itt vannak a konzolok mellettem, és arra gondoltam, hogy mi lenne, ha én ezekből a játékokból, amik ezekre a címekre megjelentek, ezekre a konzolokra megjelentek, csinálnék végigjátszást, vagy videót. És így rájöttem erre, hogy ezekből tudnék, hisz már ezeket végigvittem, amiket én ismerek. Szóval
Hát most itt járunk, hogy én nekem megsikerült oldalom azt, hogy ezeken a konzolokon tudja felvételeket csinálni. Szóval legközebbi végigjátszást folytatom előzőeket, és megpróbálok egy PS1-est, vagy PS2-est, vagy PSP-s játékot emulálni nektek emulátorokkal. Ennyi történt. Na, sziasztok, majd a következő videóban találkozunk.